Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás június 17-én. Az első kérdés az lenne, hogy milyenek az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön még egy napi kártya, az első kérdés az volt, hogy mik az ő tervei, a választ megadja rá ez a varázsló, varázslatos tervek és álmok. Ez jelenti azt, hogy köztetek van egy ilyen mágikus, vonzó hatalom, és ő ezt érzi, ennek ő tudatában van. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, ezt mutatja ez a kártya. Ő visszatekint, mint ahogy ez a ló tekint vissza, és ennek van egy ilyen szimbolikus jelentése, tehát visszatekint a múltba, de ennek ellenére előre mennek az események. Ez a kártya mutatja a levegő elemét, az a könnyűségekre utal, a szabadság érzetére és a kommunikációra. Mivel itt a napi kártya, ez a ravasz róka a hamisságokra utal, én úgy mondanám, hogy valaki visszatért az életébe a múltból, és itt hazugságokról, hamisságokról van szó, és ezt ő le kell, hogy zárja. A harmadik kérdés pedig az volt, mit közöl veletek? Erre utal ez a kártya. Itt kezébe veszi a dolgokat, és irányít valamit, egy új irányt. De itt két ló van, két irány, az egyik a jövő, a másik a múlt. És ami a múltat illeti, itt látjuk ennél a hamisságot, a hazugságokat, a csalást, és ezzel tudatában kell, hogy legyetek, mert előfordulhat, hogy a következő napokban érzitek ezt a feszültséget, ami tőle ered, vagy pedig azt, hogy olyan kiegyensúlyozatlan és nehezen hoz döntéseket. Ami fontos számotokra, hogy ő tudatában van azzal, hogy egy varázslatos, mágikus erő van köztetek. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, egy videó felvétel álnéven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500 forint. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!